Sziasztok! Ez itt a Csak egy perc újévi külön kiadása. Tomi, neked van valami fogadalmad? Sose volt, és sose lesz. Akkor lássuk a többieket, hát ha nekik lesz. Szerinted sikerül betartaniuk az embereknek az újévi fogadalmaikat? Hát én, akikkel eddig találkoztam, nem nagyon sikerült senkinek betartani. Nagyobb jelentősége van egy újévi fogadalomnak, mint amelyek nem dátumhoz kötöttek. Szerintem nincsen nagyobb jelentősége, hogyha valaki valamit nagyon meg szeretne tenni, vagy meg szeretne fogadni, akkor azt az év bármelyik szakában megteheti. Szerintem ez egy divatos szokássá vált, hogy új évkor, vagy más nagyobb eseményekkor kössenek meg ilyeneket, vagy tegyenek ilyen fogadalmakat. Neked lesz-e új évi fogadalmad, és ha igen, akkor mi? Nekem nem lesz új évi fogadalmam. Szerinted sikerül-e betartaniuk az embereknek az új évi fogadalmaikat? Szerintem nagy rész nem, mert alapból, hogyha valaki fogadalmat tesz, és vár vele új évig, akkor az alapból keres egy indokot, hogy tegyen egy fogadalmat, nem pedig szeretné egyáltalán beteljesíteni azt is, az miért csinálja. Nagyobb jelentősége van egy új évi fogadalomnak, mint egy olyannak, ami nincs dátumhoz kötve? Szerintem inkább kevesebb, azért mert, hogyha tényleg vársz új évre a fogadalmaddal, akkor ez egy olyan fogadalom, amit te nem fogsz megcsinálni, mert csak vártál, hogy itt van új év, és akkor új év, új én, de hogyha meg akarod változtatni magad, és akarsz módon javítani, akkor azt a évközben is meg tudod csinálni. Neked van-e új évi fogadalmad, és ha igen, akkor mi? Nem, nekem nincs új évi fogadalmam. Még lehet, hogy lesz, de szerintem nem. Én egész évben próbáltam javítani magamon, és ehhez nincs szükségem egy különös dátumra. Általában sikerül-e betartaniuk az embereknek az újévi fogadalmaikat? Szerintem csak egy szokásból tesznek újévi fogadalmakat az emberek, de nem nagyon szokták betartani őket. Miért van nagyobb jelentőség egy újévi fogadalomnak, mint amelyek nem dátumhoz kötöttek? Hát így van nagyobb az értéke, hogy tudja valamihez kötni. A szilveszternek eleve megvan ez a hagyomány, hogy akkor tegyünk fogadalmat, mint egy random dátumhoz kötve. És neked lesz valami újévi fogadalmad? Nem, én nem szoktam ilyenkor fogadalmakat tenni, hanem inkább születésnapon szoktam. Szerintetek sikerül-e betartaniuk az embereknek az újévi fogadalmaikat? Hát ez általában attól függ, hogy mit tűztek ki célul, de szerintem igen. Szerintem igen, nagyjából igen. Szerintem is. És persze attól függ, hogy mit kívánnak, meg milyen nagy az az álom, vagy a kívánság, de hogyha nagyon kitartóak, akkor biztos. Miért van nagyobb jelentősége egy újévi fogadalomnak, mint amelyek nem dátumhoz kötöttek? Számomra azért, mert egy új év egy új kezdetet jelent, de nem mindig, mert legalábbis én azt gondolom, hogy olyanok vagyunk, hogy vannak céljaink évközben is, nagyon fontosak, mondjuk a szakdolgozások, a portfólióleadás. Szóval szerintem ez miatt fontos az embereknek, de nem mindig kell. Azért, mert egy esemény, egy nagy buli az egész, és akkor azt gondolják, hogy na, akkor most kitűzök valamit, és akkor majd ezt be fogom tartani. Szerintem azért. Mi lesz az újévi fogadalmatok? Nem mondom el, nem viszek. Nincs amúgy még, azért, mert nagyon közel vagyok ahhoz, amit már elképzeltem. Szóval az új évről, meg az új célokról még nem, még most a jelenben vagyok, és próbálok arra koncentrálni, de még nincs. Elmondanám amúgy, csak nincs. Őszintén, copy-paste. Ez volt a Csak egy perc. Reméljük, mindenkinek sikerül betartani az új év fogadalmát. Eszti? Én is megfogadtam, hogy most már egy kicsivel többet fogok pihenni, mint eddig, úgyhogy találtam is magamnak egy kényelmes kis vackot, ahol el tudom tölteni a téli álmom időszakát. Jó éjszakát! Sziasztok!